Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 19-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A választ megadja itt ez a kártya. Ő keres egy kiútat. Ő egy új irányba tekint. Ő megnézi, milyen lehetőségei vannak valamit változtatni az életén. Ez a bot a kezében a tűz elemét szimbolizálja. Valami lelkesíti őt, és bátor, tesz lépéseket. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába, itt látható egy tolvaj. Az lehet, hogy valaki becsapta őt, vagy ellopott valamit, és ezt érzi is. Az is előfordulhat, hogy félelmei vannak. Fél, hogy elveszít benneteket. Mert ha jön egy tolvaj, aminek szimbolikus jelentése van, és ez lenne egy másik férfi, és elvesz titeket, akkor elveszít benneteket, és emiatt vannak neki félelmei. Viszont meg kell, hogy tekintsük az ötös számot is, annak az a jelentése, hogy ő keres egy kiútat, ugyanúgy, mint itt látható is, viszont arra is utalhat, hogy valaki befolyásolja őt. Vagy van valaki az életében, aki ellopott tőle valamit. És ez természetesen megnehezít valamit nála, és emiatt keresi ezt a kiútat. Hogy viszonyul hozzátok, ez látható itt, ez a fiatal férfi az újdonságokat jelképezi. Kis lépéseket, tehát ő nem fogja elsietni a dolgokat, ennek ellenére haladnak előre az események, és a kezében van egy arany érem. Annak több jelentése van. Az jelentheti az anyagiakat, az előfordulhat, hogy valaki ellopott tőle valamit, és itt pénzügyi dolgokról van szó. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő átnyújt valamit. És ez az érem jelentett pénzt, jelentheti azt is, hogy értékesek vagytok a számára, és ezt közli veletek, nagyon értékes ez a párkapcsolat. Azon kívül ez az érem a föld elemével áll összefüggésben, és a föld eleme az a reális dolgokat mutatja. Ő a helyzetéből keres egy kiutat, valami elmúlik itt, a tolvaj elveszi a múltat,
az is lehet, hogy itt lopásról van szó, és közli veletek, hogy azt, amit ti terveztek, amiről ti álmodoztok, az megvalósul, mert a föld eleme a reális dolgokra utal. A napi kártya azt jelenti, próbáljátok meg így akceptálni a dolgokat, legyetek kicsit türelmesek, itt jóra fognak fordulni a dolgok. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!